óta. Az Európai Bizottság leendő elnöke Ursula von der Leyen aggodalommal várhatja, hogy biztos jelöltjeit jóvá hagyja-e az Európai Parlament. A szeptember 30-án kezdődő meghallgatásokon a jelöltek alkalmasságát és hozzáértését vizsgálják. Az egyik legnagyobb vitát az váltotta ki, hogy von der Leyen a görög Margaritis Kinast az európai életmód védelméért felelős biztosnak jelölte, akihez a migráció ügye is tartozna. Ellentmondás van a tárca elnevezése és a misszió tartalma között. Ezt tisztáznia kell a bizottság elnökének, mondta az Újítsuk meg Európát frakció vezetője. A magyar biztos jelölt is kemény parlamenti meghallgatásra számíthat. Trócsányi Lászlót szomszédságpolitikai és bővítési biztosnak szánja Ursula von der Leyen. Mivel igazságügyi miniszter volt az Orbán kormányban, sokan a Fidesz párt családjában is alkalmatlannak tartják a posztra. Meg kell győznie minket arról tágabb értelemben, hogy meggyőződéses európai-e. Ez az ő felelőssége, mondta az Európai Néppárt frakció vezetője. Szintén viharfellegek gyülekeznek a belga Didier Reinders és a francia Sylvie Goulard feje fölött. Mindkét jelölttel kapcsolatban korrupció gyanúja merült fel hazájában. Annak ellenére, hogy a holland Frans Timmermans, a bizottság ügyvezető alelnöke és a kulcsfontosságú zöld ügyek tárca gazdája is lehet, a zöldeket nem győzte meg a leendő bizottság eltökéltsége. Több százezer tonna húst szállítunk repülővel az Atlanti-óceán két partja között. Ennek nincs értelme, de nem kérdőjelezik meg ezt. El kell gondolkodnunk, mennyire őszinte az elnökasszony elkötelezettsége a környezetvédelmi ügyek iránt, magyarázta a zöldek társelnöke. Mind a 26 biztos jelöltet meg kell hallgatnia az EP szakbizottságainak október 8-áig.